Köszöntöm Önöket, ez a Klik TV heti egyenleg című műsora. A mai vendégek Csillag István volt miniszter és Somogyi Zoltán politológus és szociológus egy személyben. Elég nagy visszhangja volt Pressman amerikai nagykövet sajtótájékoztatójának, amelyik már tulajdonképpen felvételük időpontjában már egy hete megtörtént, de még mindig foglalkoznak vele, elsősorban kormánypárti politikusok, tulajdonképpen ott szúrnak bele Pressmanbe képletesen, ahol csak éppen tudnak. Mint például Gulyás Gergely miniszter is azt mondta a Bayer Show-ban, hogy a Pressman sajtótájékoztatója, amelyen egyébként bejelentette a szankciókat a budapesti székhelyű Nemzetközi Beruházási Bank három vezetője ellen, az tulajdonképpen csak egy hacacáré volt. Meddig fogja folytatni a magyar kormány a budapesti amerikai nagykövet szapulását, és tulajdonképpen mi értelme van a magyar embereket Amerika ellen hangolni? Én azt gondolom, hogy a mosakodás okán teszi ezt, hiszen ugye most már azt mondanám, szinte minden gyerek tudja Budapesten, hogy Orbán Viktor, hát őszintén szólva, eléggé nehezen tudott egészen legalább fejig kijönni Putyin fenekéből. Tehát mindenki megtett mindent a nemzetközi közösség, hogy valamennyire ki tudja őt onnét húzni. És voltak éppen ebben... Olyan volt, mint a répa mese? Én igen, azt gondolnám, hogy ugye összeállt Európa összes kormányfője, és a legkisebb is segített kihúzni, hogy valamennyire kilátszon onnét. És voltak éppen ebben a helyzetben, hogy tudnélik még mindig azért ott van, és minden egyes alkalommal ugye a megszólalások azok eléggé kétségesek. Először fordult így világos megfogalmazásban elő az, hogy hát végül is egy háborús agresszornak a bankja, az abban levő többé-kevésbé nem is igazán palástolt KGB-sek jelenléte egy NATO tagországban, az nem kívánatos. És ugye ezt lehetett volna diplomáciai szóbeli jegyzékben is közölni, aminek különösebb tétje nincs, de ezzel, hogy ezt így jelentették be egy sajtótájékoztatót, eléggé világossá tette a nagykövet, hogy ez nem az ő személyes akciója, és most próbálják, és tulajdonképpen a mosakodásnak ez a koreográfiája, hogy tudnék, ez kvázi az ő személyes, mint egy megnyilvánulása, és nem amerikái. Tehát ez, amiről itt beszélünk, az ugye semmi más célt nem szolgál, mint kisebbíteni annak a jelentőségét, hogy Magyarország a NATO tagországok, a V4-ek között elvesztette azt a fajta, mondjuk legalábbis semleges megközelítésre való jogát, és ez nagyon fáj láthatóan. Kettő, belengedték korábban, amiről nem tudunk semmit, hogy az, hogy egy orosz bank, ráadásul egy ilyen nagyon speciális bank, amelynek majdhogy nem azt mondhatnánk, Európában már csak kettő részvényese volt addig, amíg Magyarország is úgy látta, hogy azért behúzza a farkát és onnét elkódorog. De hát ugye ennek a banknak a megregulázása, ez egy olyan szerintem kiváló taktika volt, mert ahhoz a várakozáshoz képest, hogy a mi szuverén magyar, nem tudom én, korrupt embereinket nem engedik be, mint ugye volt néhány évvel ezelőtt, helyett nem erre tudtak készülni, mert egy orosz bank és egy orosz típusú finanszírozással szemben léptek fel. És ugye az ember azért úgy elgondolkodik, hogyha egy olyan városról beszélünk, ahol valaha olyan rigmusokat mondtak, hogy azt beszélik Pesten, Budán, hova tűnt a magyar urán. Tehát azért ez, azt kell mondanom, hogy ez egy teljesen fura, ez az egész, mondjuk úgy, hogy sajtóhadjárat, amit folytatnak
egy sajtóértekezleten bejelentett néhány intézkedés miatt, ami eléggé világosra teszi nekem a félelmet és a mosakodást. Ha megnézzük ennek a történetiségét, akkor azt látjuk, hogy hatalmas direl-durral reagáltak arra, hogy az amerikai nagykövetség itt ne követelőzön, ne kérje azt, hogy Magyarország lépjen ki az orosz kémbankból, majd rá fél napra kiléptek. Tehát volt egy olyan folyamat, amikor Orbán Viktor alatt. De hát Orbán Viktor a sajátjainak se nagyon szólt, mert vagy nyilván ez is tudatos, hogy a nyilvánosság az körülbelül arról értesüljön, hogy milyen kemény a magyar politika, mennyire keményen visszaszól és nem hagyja magát. Nagyon sok emberben nyilván a propaganda miatt ez csapódik le, hogy nem hagyta magát a magyar kormány, hogy visszamondott a nagykövetnek. Miközben hogy egyébként, kiléptünk a bankból, de ez valahogy a propaganda ezt nem meséli el. Tehát az a része nincsen, hogy az amerikai nagykövet követelésére a magyar kormány órákon belül kilépett a de te bankból. Például, Soma, ezt minek tulajdonított, hogy tulajdonképpen, ahogy mondani szokták, nem bírok egyébként, csak most tényleg ideillik ez a seperc alatt, mert a secpercet már ugye összevonja a magyar, és sepercnek mondja, tehát hogy másodpercek vagy percek alatt gyakorlatilag fogták magukat, illetve Orbán fogta magát, aláírta a rendeletet. De miért? Eddig azért csak gondolom... szapulták az amerikaiakat, eddig közölték, hogy a magyarok ügyeibe senkinek nincs joga beleszólni, hogy képzelik, erre puff, aláírta. Én azt gondolom, hogy ez az, amit a nyilvánosság előtt nem biztos, hogy meg fogunk tudni. Tehát, hogy mi az az oka, miért a kormány ilyen gyorsan lépett, nyilván belengedték azt, hogy jönnek majd a következő intézkedések, és nyilván a magyar kormány többet tudott arról, hogy milyen intézkedések, meg milyen információk vannak az amerikaiak birtokában, ami következhet. És látszik a Orbán Viktornak a pénteki rádióinterjújából, sok-sok év után egy igazán erőteljes amerikapárti rádióinterjú, meg ez, hogy kilép a bankból, hogy meg akarja állítani ezt a folyamatot még időben, nem szeretné, hogy tovább gördüljön, de hogy mi lenne az a folyamat, arról nyilván itt most mi nem fogunk értesülni, mert nem tudjuk, ennek diplomáciai eszközei vannak, hogy tudják a felek egymással tudni, hogy kinek mi van a birtokában. Nyilván fenn fog maradni ez a kérdés, meg érdemes figyelni az eseményeket, hogy mi lesz a közeljövőben. 2009-ben Orbán Viktor az orosz ellenes álláspontját, a Putyin ellenes álláspontját egy nagyon rövid Putyin találkozó után úgy dobta oda, hogy máig tart ez a Putyin párti magyar politika. Ott se tudjuk, hogy mi történt, mi zajlott, miről beszélgettek. Itt is nagyon nehéz lesz megtudni, hogy vajon mi volt az amerikaiak birtokában ahhoz, hogy ez ilyen gyorsan pörögjön ez az esemény. Tulajdonképpen egy mondatot mondanék még ehhez, ugye a Salamon Béla jut erről eszembe. Ha én egyszer kinyitom a számat, ha én egyszer elkezdek beszélni, című jelenetre nagyon sokan emlékeznek. És valamit tud néhány Amerika pressmennen keresztül? Néhány nappal ezelőtt hozták nyilvánosságra azt, hogy ennek a banknak a hivatalnokai, tanácsadói, stb. Közül, akik orosz diplomáciai státusban kerültek ide, mintegy 30%-kal nőtt meg a létszámuk az utolsó 3 hónapban. Na most ugye ez azért egy olyan tényező, tudnék ezt be kell jelenteni, hogy innét mennek ők tovább, mint orosz diplomaták, a NATO tagországokba be kell jelenteni, az Unióba, és ez azért szemet szúr, hogy így fogalmazok. Egy olyan időszakban ráadásul, és most nem a bankról beszélünk, hát ahol van egy agresszor ország, amelyikkel szemben a NATO tagországok lényegében szolidaritásukról biztosították a megtámadott Ukrajnát, mínusz kivéve a Gyevi bírót, most ezt így kéne folytatnom, Magyarországot. Tehát ez önmagában egy ilyen számszerű szaporulat. Egy háború szituációban, hát legalábbis olyan, mint a Mici Mackóban az ümmögés, meg a döngicsélés, az azért jelent valamit. Igen, hát ugye azt bocsánat, egy pillanat, de te azt mondod most, mert eddig ezt én nem tudtam, de valószínűleg az én hibám. A politikus... Hogy idejön Moszkvából Akaki Akakievics, mint egyszerű orosz
állampolgár, ahogy ideér, rögtön kap egy diplomáciai státuszt. Hát kérnek mert, neki itt. Jó, kérnek, igen, igen. Megadták. És akkor, ha Akakijevics el akar menni Düsseldorfba, azt kinek kéne bejelenteni? Hát nem szabadon közlekedik az Unióba, Schengen ide, Schengen oda? Miért kéne bejelenteni, hogy hol van egy diplomata, tehát honnét érkezik, hova megy, hát ez egy baromi egyszerű információs, mondjuk technológiai probléma. És ez azért eléggé gyanút kelt, hogy valaki, aki ezt a diplomáciai státusát nem Moszkvából kapja, nem Moszkvából érkezik, hanem Budapestről, itt van bejegyezve, mint, ennek van jó. Mondjuk persze nyilván a kiinduló pont is felháborító. Tehát az, hogy van olyan bank, ahol az alkalmazottak diplomáciai státuszt kapnak, van olyan bank, amelyik nem tartozik a NAV fennhatósága alá, tehát nem tudja kontrollálni, hogy milyen gazdasági folyamatok zajlanak ott, az önmagában felháborít. És az alkalmazottak is érinthetetlenek. Vagy a bankfelügyeletnek, tehát igen, ugye pont olyankor, igen, amikor arról beszélnek, ugye, hogy ki kéne terjeszteni az Európai Unió bankfelügyeletét minden tagország, minden bankjára, amelyik ott van bejelentve, kivéve a gyevi bíró. Ja. Igen, tehát, na hát azért ez... Tehát jó, tehát ez önmagában felháborító és magyarázatra szorulna, hogy egyáltalán miért engedi meg a magyar állam ezt, és persze erre sincsen igazán magyarázat. És ha kiszélesítjük ezt az egész problémát, akkor a magyar külpolitikára az a válaszom egyébként, hogy egy teljes zsákutca. Tehát ez ami itt zajlik, bármelyik területet nézzük, az totálisan érthetetlen. Tehát a dacos kisgyerek, aki nem veszi észre, hogy az, hogy dacol, még rosszabb helyzetbe sodorja magát. Tehát az ahogy a finn és a svéd NATO csatlakozással bánik és bánt a magyar kormány, ugye a finnek már átestek a dolgon, a svédek majd át fognak esni valamikor, és akkor azt hiszik, hogy ha most itt keménykednek, akkor azzal erősebbek lesznek, gyengébbek lesznek, ráadásul az egésznek a kommunikációja, hogy a NATO mennyire fontos szövetségesünk, de nem hajlandóak erősíteni a NATO-t, ugye a finn meg a svéd csatlakozása a finnel a végén úgy beleálltak, de mind a kettőt a törökökkel egyeztették végig, ugye ezt ne felejtsük el, amit mindenki lát egyébként az Európai Unióban, és az amerikaiak is látják. Amikor eljut az a magyar külpolitika odáig, hogy már fontos kérdésekben meg sem kérdezi, és mindez úgy egyébként, hogy amit kell, azt szavazat szintjén mindent megszavaznak. Tehát ez az Orbáni alapelv, hogy dumálhatunk bármit, ha megszavazzuk a dolgaikat, akkor ezek olyanok, hogy ezt el fogják fogadni. És kiderül, hogy nem. Tehát nem elég. Tehát a magyar szavazatok azok körülbelül arra voltak jók, hogy Kirill Pátriárkát, aki KGB ügynök és semmi köze az egyházhoz, az vagy sikerült mentesíteni. Vagy mondjuk jó, mondjuk fogadjuk el, hogy az orosz állami egyházhoz lett köze, de itt tudjuk az élettörténetét, tehát egy KGB ügynököt sikerült mentesíteni, ez a magyar diplomáciának a sikere, és aztán egyébként meg mindent megszavaztak, és az volt az alapmodell, hogy mindent megszavazunk, mindent megcsinálhatunk egyébként, mást, meg azt dumálunk, amit akarunk, és kiderül, hogy nem. Kiderül, hogy vannak határok, egyre gyengébb a magyar külpolitika. Egyébként az nagyon érdekes volt ebben a Bayer Show-ban, hogy azt mondta Bayer Zsolt, hogy Pressman sajtótájékoztatója volt a legfeleslegesebb és vérszegényebb, amit valaha látott, és ahhoz képest, hogy ő még abban reménykedett, hogy őt is kitiltják majd az USA-ból, az egész 2 perc volt, és meg se tudta jegyezni annak a nevét, akit végül is kitiltottak, vagyis Laszlóczky Imre, pedig ez nem egy hétköznapi név, ezt igazán meg lehetett volna jegyezni. De most Bayer Zsolt azt hitte, hogy ő Bástya elvtársa, akit most már nem akarja megölni senkit. Tehát ő miből gondolta, hogy majd őt kitiltják az Egyesült Államokban? De egyébként ez tanulságos, minden tanulságos ebben. Mert a kormány körüli ilyen értelmiségiek, akik azt játsszák, hogy ők lennének a vélemény formáját. Igen, tehát beszélnek mindenfélét. Ők se tudtak semmit az egészről, hogy erről beszéltünk a műsorban, tehát nekik sem súgták meg, hogy hát azért itt nagyobb a probléma. Azzal, hogy ők kicsinyítették azt, hogy elmondták, hogy ez semmi nem volt, tehát ez vérszegény volt. Azzal elmondták Orbán Viktorról is a véleményüket, aki fél napon belül ugye beleállt, és azt mondta, hogy engedünk a nyomásnak. Egy vérszegény követelésnek engedni, az milyen erő már? Tehát Bayer Zsoltnak a kritikája, az leginkább Orbán Viktor felé fordítható, hogy egy ilyen vérszegény követelésnek engedtél? Hát, de egyébként pedig mégis, ugye, mert megjegyzi
megjegyzi azt Gulyás Gergely, hogy az amerikai lépés, hogy több ország állampolgárait is szankciós listára vették, az abból a szempontból furcsa, hogy ebből az alkalomból csak a magyarországi amerikai nagykövet érezte úgy, hogy sajtótájékoztatót kell tartani. Hát én nem vagyok beszélő viszonyban a Pressman nagykövettel, de hát nem hiszem, hogy ő azt gondolta, na, jön ez a szankció, akkor tartok egy sajtótájékoztatót. Hát neki feltetően a State Department, az amerikai külügyminiszter azt mondta, hogy Pressman úr, tartson ebből az alkalomból egy rövid sajtótájékoztatót. Én nem hiszem, hogy ezt ő azt mondja, mit is kéne ma csinálnom délután, 5-kor, tartok egy sajtótájékoztatót. Ugye a helyzet, hogyha valaki picit is járatos, nem is a diplomáciában, hanem a külpolitikai események egymás utániságában, akkor ugye ez, amiről most beszélünk, ezt a Tanú című filmben úgy hívják, hogy statuálás. Tehát itt most arra a döntésre jutottak a State Departmentben, hogy nem voltak az előző időszakban tett lépéseink elegendőek ahhoz, hogy eltántorítsák, tehát hiába húzta ki Putyin fenekéből Orbánt ez a sok európai kormányfő, de ez még mindig nem volt elég se az. Tehát most kell egy újabbat lépni ennek érdekében, és ezt nagyon mondjuk úgy, hogy megfontoltan a sajtó nyilvánossága előtt kell tenni. Tehát nem diszkréten, nem egy szóbeli jegyzék átadásával, nem kizárólag, hogy a külügyminisztert fölkeresi egy sötét szobában Szijjártó Pétert, a magyar nagykövet, és ott elrebegi, hogy hát azért nem lesz ez így jó. Ez teljesen nyilvánvaló, hogy ez egy nagyon végig gondolt akció volt, ahogy, ha visszaemlékszünk... Meg is tette a hatását Orbán Viktorra. Természetesen. De azért emlékezzünk is arra, ami ehhez képest, mint amilyen szituációban Magyarország most belelavírozta magát, egy teljesen könnyebben kezelhető ügy volt, amikor a NAV elnöknője tolmácsot kért. Tolmácsot kért, de ő ment fölkeresve ebédidőben az akkori ügyvivőt, aki nyilván pontosan tudta, hogy mi is készül, mert ugye véletlenül arra sétált, miközben a Szabadság téren éppen oda akartak igyekezni az ő ügyvédjükkel. Elébükben, és kiment a követségről, és ott találkoztak. És behívta őket. Tehát teljesen nyilvánvalóan, most az a statuálásnak csak azért szeretném, mert ugye az, hogy van megkomponálva valami, az azért egyáltalában nem véletlen. Ott úgy volt megkomponálva, hogy kérem szépen, én most nem jelentek be semmit, mert hiszen hát honnétet bejelentették akkor, hogy kik is azok a személyek, akiknek nem kívánatos a jelenlétük, nem kaphatnak beutazó vízumot Amerikába. Ugye nem jelentették be. Honnét derült ki? Hogy a NAV elnöke fogta magát, és elindult, ilyen irgun-burgun, nem megmondtam, hogy bontott csirkét hozzá körülbelül ezzel az indulattal, hanem azt mondta, hogy tessék bejönni. Tehát most azért azt mondanám, hogy ez az egész, ahogyan meg volt akkor komponálva, és ma, az egy teljesen más kép. Hát ugye azt tudtuk, hogy... Más okok miatt is volt. Igen, tehát 2 nappal korábban már lehetett tudni, hogy lesz egy bejelentés. Tehát két napot adtak a magyar közéletnek, hogy készülődjön rá. Mindenki azt tippelte, hogy mi lesz. Ott született meg egy hosszú cikk, például Magyari Péter 444-en, hogy mi történhet. Tehát ott a sejtetéseken indultak, hogy ezen az egészen mi múlik. Tehát nyilvánvaló, hogy egyértelműen végig gondolt folyamat egyrésztől. Másrésztől meg azért sajtótájékoztatónak nevezzük, de nagyon sok kérdésre az amerikai nagykövet nem válaszolt, ott egy-két kérdésre válaszolt és elment, de hát ő deklarálta az amerikai álláspontot, egy helyet keresett neki, egy fórumot, amin keresztül ezt megteheti, és nyilvánvaló, hogyha ki bemegy egy üres terembe, az nem az a deklarációnak a megfelelő formája, ott van a magyar sajtó, meg nemzetközi sajtó, őnekik viszont vinniük kell a hírt. Én most már csak arra lennék kíváncsi, hogy miután ezt ugye bejelentették, miután Orbán Viktor egy éjszaka alatt aláírta, hogy okafogyottá vált, hogy Nálik Gábort idézzem, egykori
tévé elnököt, okafogyottá vált az, hogy Magyarország bennmaradjon a Nemzetközi Beruházási Bankba, akkor, és Orbán Viktor utána, amire te utaltál pénteken az Állami Rádió reggeli műsorában egy békülékeny és nagyon barátságos hangnemben beszélt Amerikáról, hogy utána még mindig folytatódik Amerika szapulása pár szinttel lejjebb. Miért? Miért nem követik a miniszterelnököt ebben a magatartásban? Van egy narratíva, van egy történet, van egy valami, amit el kell mesélni azoknak a választóknak, akik hisznek ebben a kormányzásban, és ezt a történetet tovább kell mesélni. Itt egy irányban. De miért a miniszterelnök álláspontjával ellentétesen kell tovább mesélni? Azért, mert a választókat nem érdekli, hogy ellentétes a dolog, ők történetet akarnak hallani, és azt fogják meghallani, amit mondanak nekik intenzíven, mennyiségben. Ezért van, ez ugye a propaganda maga. Tehát ez erről szól. Van ennek egy másik olvasata is. Egyébként egyetértek, ez így van. Hanem az is, mi van, ha lesz folytatás? És ha lesz folytatás, az milyen lesz? Akkor ugye azt úgy kell előkészíteni, hogy ez a folytatás azért van, mert itt ugye nem nyugszanak abba bele, hogy Magyarországon a magyar kormány legyen az úr. Tehát én azt gondolnám, hogy itt ez egy kétfenekű játék. Orbán minden ügyben legalább kettő, néha három ilyen ügyet próbál meg egybetolni. Az egyik, hogy a híveknek, ugye, hogy kioldja ezt a feszültséget, tehát le kell folyamatosan csitítani, hogy hát nincs akkor a baj, mert hiszen mi állunk a vártán, és semmiben sem engedünk. De azért van egy másik, hogy ébren tartani azt a készültséget, hogy ha véletlenül lenne további folytatás, akkor sem arról legyen szó, hogy mi nem mondtunk, nem tettük szóvá, tehát hogy legyen egy ilyen begyakorlás, tehát az az igazság, hogy egy katonai vonulást sem lehet egyik pillanatra a másikra abba hagyni, hogy most állj, akkor annak még vonulnia kell, hogyha véletlenül lesz erre szükség, akkor még tovább lehessen folytatni ezt a kampányt. Lesz még erre szükség? Már mire vagyok? Hogy itt történik valami olyan folytatás, amire majd további kampányt lehet alapozni. Hát tehát amiről a Pista azt mondja, hogy szerinte lesz itt folytatás. Nem, azt nem tudjuk, hogy lesz-e folytatás. Lehet, hogy lesz, lehet, hogy nem. Mert azt se tudjuk, hogy kielégítette Amerikát, vagy a State Departmentet az, hogy egy pillanat alatt kiléptünk a bankból. De nem, a magyar külpolitikának az álláspontja, hogy a szövetségeseink idióták, és akik nem a szövetségeseink, de keletre vannak tőlünk, és diktatúrát alkalmaznak, azok meg az okosok. Tehát ez nem változott ez attól, mert volt egy ilyen kis intermezzo az amerikai nagykövet és a magyar kormányzat között. A kormánynak nem változott a külpolitikai retorikája, amit a magyar választók felé tol. Mi vagyunk az okosok, mint magyar kormány, akik egyébként egyesültünk a magyar néppel, és mint magyar kormány, mi vagyunk a magyar nép, és mi, mint magyar nép, mi tudjuk, hogy milyen a helyes kultúra, a helyes erkölcs, a helyes etika, és mindenki más hülye, egész Európa hülye, az összes miniszterelnök, az összes kormányával, akik visszatartják az Európai Uniós pénzeket, ami kijárna Magyarországnak, cserébe egyébként pedig Putyinhoz járunk barátkozni. Ez a magyar politika. Ebben semmilyen változást én nem látok. Most az, hogy éppen valamiért engedett Orbán Viktor, azt majd egyszer lehet, hogy meg fogjuk tudni, lehet, hogy nem. Lehet, hogy ennek lesz folytatása, de jelen pillanatban még nem kimondható, hogy bármiféle, attól a pénteki rádióinterjú miatt, hogy bármiféle fordulat lenne a magyar politikában. Ez ilyen, ezt kaptuk. Miközben egyébként azt sem kimondható, hogy tulajdonképpen mi is lesz ezzel a bankkal. Mert ugye ez a bank egy gyönyörű épületben van, a Clark Ádám téren, Blikkem Lánchíd, és senki nem tudja, hogy attól, hogy mi kiléptünk, mi lesz azzal a pénzzel, amit mi nekünk járna onnan, vagy amit mi befektettünk, mi lesz a többi alkalmazottal, mi lesz az oroszokkal, semmi nincs lezárva. Volt egy hangzatos bejelentés, mi kiléptünk a beruházási bankból, oszt, jó. Igen, napot. Lehet, hogy itt működnek majd tovább. Hát volt egy vagyonvesztés. Többet is tudunk, mert ugye ők bejelentették, hogy Budapestet elhagyják.
Tehát ezért érdekes, hogy mi lesz az épület. Igen. Ugye annál többet tudunk, hogy ennek a banknak a számláját ugye nem más bankban, mint a Magyar Bankholdingban vezették. Tehát ez is egy picit egy lépéssel azért több annál, mint sem. És hát azért azt is tudjuk, és ezt azért ne felejtsük el, hogy ennek az egész banknak voltak éppen valóban azt a kifejezést kéne használnunk, hogy most már ez egy alkalmatlan tárgyon elkövetett kísérlet. Tehát ahogy korábban egy bankot arra használtak nagyon gyakran, a szocialista időkben, hogyha az úgymond a vasfüggönyön túl volt, és mi most a vasfüggöny vagyunk ebből a szempontból az oroszok számára, hogy itt voltak a kifizetések, ugye nyilván azoknak az ügynököknek, mint ahogy volt olyan magyar bank, amelyiknek a Bécsben volt ugye egy leánybankunk. Central Wechsel und Credit Bank. Ahol ugye nagyon jól lehet ma már úgy többé-kevésbé tudni, hogy azért volt többek között ez annyira nem Orbánnak is, meg Járainak is a bögyében. Mert ugye ott vezették a különböző külföldi szocialista titkosszolgálatok számára azokat a számlákat, ahol itt a kifizetéseket eszközölték volna. Tehát kíváncsi lennék ebből a szempontból, hogy amikor annak a banknak megtörtént a felszámolás és az iratai, azok bekerültek-e, hogy csak egy apróságot mondanék, ugye ahol én szívesen kutattam annak idején, ugye ez a történeti hivatal, tehát a különböző biztonsági, állambiztonsági szolgálatok történeti hivatalában, hogy mi került oda. Tehát azt gyanítanám, hogy ez is valami ehhez hasonló szervezet. Nem fogjuk megtudni, mert nekem annak idején azt mondták, amikor iratokat kerestem Magyarországról, nem erről a bankról, hogy ezek az iratok az állambiztonsági történeti hivatalban lehet látni, hogy voltak. De már nincsenek. Ha van egyáltalán, akkor az nem Magyarországon, hanem Moszkvában. Tehát ez könnyen mehet tovább. Szép kilátások. Innen folytatjuk.